olvasó lámpa. Megint rátaláltunk egy olyan két kötetes műre, amit nagyon-nagyon szeretném, hogy tudjanak, hogy létezik, hogy csodálatos, hogy gazdag, de egy biztos, aki azt meri mondani, hogy a kultúra könnyű, hát annak nincs igaza, mert ez csak az egyik kötete, a Magyarország ragadozó madarai és baglyai című kétkötetes műnek, hogy hát ember legyen a talpán, aki ezt kézben tartva tudja olvasni. És nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom önöknek Haraszti László ornitológust, aki most ennek a kétkötetes műnek a szerkesztőjeként ül itt a stúdiónkba. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk, és mindezt megmutatja nekünk. Köszönöm én is a meghívást. Annyit pontosítanék, hogy az egyik szerkesztője, mert a másik szerkesztője Bagyula János barátom. Tehát akkor ezek szerint ketten dolgoztak igen. rajta. Mennyi ideig? Nagyon pontosan megmondom, 35 hónapig. Hú! De a benne levő munka az 48 év. Hát akkor egy kicsit ismerkedjünk meg önnel, hiszen azt mondtam, hogy ornitológus, de gondolom, hogy az élet számos területén tett már dolgokat. Egy kíváncsi. Igen, leginkább madarakkal foglalkoztam sokat, de természetvédelemmel is. Ugye a természetvédelem az tágabb, mint a madárvédelem, mert abban minden van. A más állatfajok, élettelen természeti értékek, barlangok, sziklák, geológiai képződmények, és természetesen a növényvilág, benne az erdők is. És hát ezeknek a gyakorlati védelmével, illetve sok-sok éven keresztül a minisztériumban az irányításban is részt vettem. Ezek szerint a madarak szerelmese, ez biztos. Lehet így is mondani. Megtudhatjuk azt, hogy hány madár van benne? 48 faj szerepel a két kötetben, ez úgy jön össze, hogy 12 bagolyfaj, 9 sólyomféle, és 27 nappali ragadozó madár, tehát a sasok, ölyvek, héják, réti héják, rétisas, kígyászőv és társaik. Az ember nem is gondolná, hogy Magyarországon ennyi faj él. Egyáltalán mennyire élnek ma nálunk a madarak? Van-e probléma az élőhelyükkel? Hát rengeteg probléma van. Az emberi tevékenység következtében nagyon sok madár Magyarországon is, Európában is, és világviszonylatban, de nem csak madár, hanem más élőlény is fokozatosan és folyamatosan veszti el az élőhelyét. Egyrészt ez azért történik, mert ugye erdőirtások, másrészt pedig gyepterületek, amiket különbözőképpen hívunk ugye a földrészeken, a szavannától a pampákig, stb. Ezeknek a feltörése és szántóföldi művelésbe való átalakítása, illetve az intenzív és az még intenzív és a még intenzívebb gazdálkodás. De ez csak az egyik része, ez az élőhelyvesztés. Vannak nagyon komoly, direkt a madarakra ható problémák. Az egyik ezek közül, és akkor itt mondjuk Magyarországot is ide kell érteni, a mérgezések, amelyek sokszor szándékosan a madarakra irányulnak, sokszor pedig véletlenszerűen a madarakat is eltalálják, de nem ők a fő célpontok. És ezeknél a nagytestű madaraknál, mint a ragadozó madarak, baglyok, de ide kell tekinteni a gólyákat is, ezeknél az áramütés egy nagyon súlyos probléma. Ez úgy tud megtörténni, hogy a középfeszültségű szabad légvezetékek tartó oszlopainak a szerkezete sok helyen olyan, hogyha fölszáll a madár rá, akkor áramütést tud szenvedni. Most nagyon komoly összefogással az áramszolgáltató vállalatok, civil szervezetek, az elektrotechnikai múzeum, sok-sok mindenkinek az összefogásával ezen a területen nagyon jelentős előrelépések történtek Magyarországon, de hát az 50 ezer kilométernyi kedvezőtlen műszaki tulajdonságokkal rendelkező hálózatnak a teljes lecserélése az nem egy-két év. Hát az az igazság, hogy nézőink sokat hallottak akár a mérgezésekről, akár az egyéb fenyegető dolgokról, hiszen a Hortobágyi Madár Kórház igazgatója rendszeres vendégünk, de épp ezért azt hiszem, hogy ez hiánypótló, meg hát talán az utókornak is így az összes fellelhető madárfajta, ragadozók és baglyok. Igen, azt kell tudni, hogy utoljára ilyen átfogó, tehát minden ragadozó madarat és baglyot ismertető könyv 1943-ban jelent meg.
43-ban, a háború alatt, magánkiadásba. Egy professzor Nagy Jenő nevű debreceni zoológus professzor adta ki, ő is írta, egy zseniális könyv, de hát értelemszerűen szinte hozzáférhetetlen. Egyáltalán hogy lehet ezt kiadni, hiszen ennek borzasztó nagy költsége van, majd mindjárt rátérünk, hogy hogy jöhet létre egy ilyen gazdag könyv. Ki támogatja, vagy ki az, aki ezt... Hát a kiadója az a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, és hát annak is elsődlegesen ugye a Ragadozó Madár Védelmi Szakosztálya. A könyv ugye 2000 példában jelent meg, és úgy kalkuláltuk ki az árát, hogy az nagyjából egészéből kijöjjön, de hát talán sok mindenki szembesült azzal rajtam kívül is, hogy a papír ára az az elmúlt 3 hónapban olyan mértékben növekedett, hogy hetente milliókkal ugrott. És akkor jött az a pillanat, hogy hát ezt nem lehet kiadni, és akkor kerestünk támogatókat, és találtunk a közalapítványok, a Szomorgazdaság és az Ezri Magyarország Kft. Segítségével végül is sikerült összeszedni annyi pénzt, hogy nagyjából önköltség környéki áron értékesítjük, de így is meg tudtuk jelentetni. Mennyire számoltak az érdeklődésre? Volt-e valami fölmérés? Igen, a ragadozó madarak iránt ugye nagyon széles az érdeklődés, mert nem csak a madarászok, nem csak a természetvédők, nem csak a vadászok, vadgazdálkodók, hanem a társadalom szélesebb rétegei is, hiszen hogy a sasok, sólyom, turul, stb. Ezek belelógnak azért a kultúrának, a történelemnek, az irodalomnak egy csomó olyan részébe, amitől mondjuk nagyobb az érdeklődés irántuk, mint mondjuk egy szürke gém iránt, vagy egy danka sirály iránt. Ezt megpróbáltuk fölmérni, ez ugye nagyon nehéz. Ma Magyarországon 1000 példánynál nagyobb számban kiadni könyvet, azt azért nagyon megnézik a könyvkiadók, hogy belevágjanak-e vagy nem. És hát mi ugye a vadászkamarával való együttműködés eredményeként eljutottunk odáig, hogy ők megvásároltak előre 760-at. És akkor ez tette lehető. Ez volt egy bázis. Hát ez azt jelenti, hogy az akkor már biztos, hogy gazdára lelt, és akkor hát így a 2000-es példányszámot. De a 2000-es példányszámot azért elmondanék két érdekességet, vagy egyet inkább, hogy én nekem 1984-ben és 88-ban is megjelent egy-egy könyvem, amiben minden madár benne van, tehát az egyik a fészkelők, a másik a nem fészkelők. Ezt még annak idején a mezőgazdasági kiadó adta ki. Hát a Magyarország fészkelő madarai könyv az 30 000 példányban jelent meg. Hihetetlen. És a Magyarország madárvendégei az pedig 47 000 példányban. Hát ez ma olyan szám, amit szóban nem jön. Hát 1-2 000 és újra nyomnak mindent, mert ma már ugye az újranyomás az egy sokkal-sokkal egyszerűbb történet. Annak idején hát úgy szedték ki ugye a betűket, és ha egyszer befejezték a nyomást és kiszedték a betűket, akkor újra kellett volna szedni, és az horrorisztikus összeg. De hát volt ilyen világ is. És nem a Holdba, és nem a nagyapáink idejében, hanem nem is olyan régen. Nem is olyan régen, igen. Na akkor kezdjük el még egyszer az adatokkal. Hány kép van benne? Hány madár még egyszer, hiszen felfogni sem tudjuk igazán. Tehát 48 madárfaj szerepel a két kötetben, 1020 fénykép illusztrálja a két kötetet, ezt zárja meg, hogy 4000 képből válogattuk ki az 1000-et, aztán 1620 oldal, és mindenkit beleszámítva, tehát szerzőket, lektorokat, beleértve a szakmait, a nyelvit, olvasószerkesztőt, a fotók készítőit, a tördelőt, a nyomdai előkészítőt, akiknek a neve szerepel a kötetbe, ábra készítők, stb. Ők együttesen 194-en vannak. Hát ez már egy kisebb város. Hát nem szoktak manapság ilyen nagy létszámú csapattal könyvet készíteni, az biztos. És mi ennek a logisztikája, hogy két ember mindezt összefogja? Ez egy nagyon nehéz feladat, tehát ezt ki kell találni, hogy hogy fogjuk össze. Tehát az egy, ha 3-4 szerzővel dolgozik valaki szerkesztőként, hát akkor mindenre emlékszik. Na de hát ennyi embernél képtelenség. Ráadásul ugye a fotók esetében hát a 171 fotósnak a képei vannak benne.
hát ott azért már az azonos nevűek, tehát a horváttal kezdődő, a Kovácssal, a nagy, azok is olyan számba vannak, hogy hát erre külön szisztéma. De csodásak a fotók, minőségi hát fotók. Hát azt igyekeztünk kiválogatni a legjobbakat. Az az igazság, hogy van benne néhány olyan kép, ami valóban egészen bravúros, de összességében is nagyon szépek a képek, de azt azért elmondom, hogy egy ilyen könyv esetében nem csak az a szempont, hogy a kép extra minőségű legyen, hanem az is fontos, hogy amit láttatni akarunk a madáron, valamilyen toll, öregkori, fiatalkori, hím, tojó, stb., az látszódjon. Tehát a tematikája sem. Igen, tehát lehetnek olyan képek, ahol egy pici kis engedményt teszünk a minőség rovására, mert azt, amit mutatni akarunk, azt azon a képen lehet a legjobban látni. Ez nem azt jelenti, hogy homályos képek vannak benne, de nem biztos, hogy mindegyik egy első díjat nyerne egy fotópályázaton. Jó, hát tényleg nem ez a cél, de meg kell mondjam, hogy maga a könyv nekem azért is szimpatikus, mert olvasható, nem egérbolha pici betűkkel, hanem egy normál olvasható. Igen, a könyvet minőség. Rozsa András barátom tördelte, akivel már nem is tudom mennyi könyvet csináltunk, és én nagyon szeretek vele együtt dolgozni, mert nagyon értjük, hogy mit akarunk. Én nagyjából tudom, hogy mit akarok, ő meg tudja valósítani. És hát ez úgy szokott kezdődni, hogy akkor csinálunk egy próbafejezetet, azt addig alakítjuk, amíg mindenkinek nincs a tetszésére, és akkor utána az szerint kezdődik az összes többi fejezetnek és képnek az elrendezése, beállítása, a betűtípus kiválasztás, a színezések, stb. Látom, hogy minden egyes új címnél, tehát egy új madárnál van egy kis grafika is. Igen, ez is egy tudatos döntés volt azért, mert az elmúlt hát 30 évben mondjuk nem csak a természetfotózás és benne a madárfényképezés ért el bámulatos színvonalat, hanem a grafikusaink is egyre magasabb színvonalon dolgoznak, most már többen vannak közülük, akik idegen nyelvű könyvek illusztrálásával is foglalkoznak, és hát a Kókai Szabolcs barátom pedig az összes Magyarországon előforduló ragadozómadarat megfestette, és akkor hát így betettük, hogy akkor a grafikusok is szerepeljenek a könyvbe. Szerintem egy jó házasítás, és egyáltalán műfajok, ha találkoznak. Na most kiknek szánják még, azon kívül, aki igen, nagyon madárbarát? Hát természetesen a madarakkal foglalkozóknak, a természetvédelem, állami természetvédelemben vagy civil természetvédelemben dolgozó szakembereknek. Hát azt már ugye említettem, hogy a vadászkamara vett 760 darabot, tehát a hivatásos vadászok is a célközönség része. És hát mindenki, aki ezen kívül egy olyan könyvtárat építget magának otthon, amelyikben azért van természettudomány, van kultúra, van művészet, van történelem. És hát nyilván van egy csomó olyan ember, aki a fotó oldalról fogja megközelíteni. Elnézegeti. Igen. Tényleg gyönyörűek a fotók. Mondjuk egyszerű magánemberként az az egyetlen bajom, hogy ezt csak asztalon lehet nézegetni. Természetesen. Mellé hát ülni. Igen, de amikor ezt elkezdtük, akkor ez egy komoly dilema mindig, és itt is ez volt, hogy hát most csinálunk egy-két kisebb könyvet, akkor ugye rengeteg információ kimarad. Na most ugye említettem, hogy 1943-ban jelent meg hasonló könyv utoljára, hozzáférhetetlen. És hát úgy gondoltuk, hogy akkor az a tudás, ami ma rendelkezésre áll, az nem maradjon már ki egy ilyen könyvből, mert egyáltalán nem lehet tudni, hogy mikor lesz még egyszer ugyanilyen. Hát kedves nézőink, én remélem, hogy fölkeltettük az érdeklődésüket, és arra lennék kíváncsi, hogy egyáltalán hol lehet megtalálni, hol kaphatunk további információt a könyvről. A Magyar Madártani Egyesület honlapján minden információ megtalálható a könyvvel kapcsolatban. Úgyhogy már csak azért is érdemes odalátogatni, mert nyilván ezen a honlapon is a madár szeretők nagyon-nagyon sok egyéb információt kaphatnak. Én kívánom, hogy nagy sikere legyen, bár inkább a kultúrában azt szoktuk mondani, hogy egy kalappal, és reméljük, hogy sok elismerést fog bezsebelni ez a könyv, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.